Csak a hold az égen, csak a nap ragyog jól, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyog jól, csak a nap az égen, nekem semmi. A hold az égen, csak a nap ragyog jól, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyog jól, csak a nap az égen, nekem semmi más nem. Soha ne gyere, ha most nem jössz, soha ne szeress, ha most nem vagy itt. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson, ha arcomhoz ér. Csak a hold ragyogjon, csak a nap az égen, nekem sem. És Judy! Bravo! És még össze is takarítasz. Látod, milyen rendes ember vagy te? Gyere ide most, hát hagyod ezt. Annyira lehetett érezni, hogy ez a dal tényleg hozzád van nőve. Olyan könnyedén énekelted el, hát ezt te tényleg kívülről fújod. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Meg jó volt látni, hogy ezt szereted. Tapsot, szerintem ez egy, most el lehetne nyilván viccelődni, mert nyilván mindig lehet valami viccelődni, de inkább használnám arra ezt a kis fél percemet, ami van, hogy egyrésztről egy kis tisztelettel adózzunk Cipő emlékének, egy fantasztikus művész volt, és neki köszönhetjük ezt a dalt. És azon gondolkodtam közben, hogy milyen elképesztő érzés lehet neked egyébként énekelni színpadon úgy ezt a dalt, hogy hány meccsen jöttél be erre? Több tíz, több száz? Több mint 30. Hát ugye a profi pályafutásom alatt. A profi meccs. Elképesztő lehet az, amikor mész be az adrenalin, hogy készülsz fel, hogy őrjöng a tömeg, szól ez a dal. Tehát, hogy neked ez egy elképesztő sokat jelenthet. És egyébként a zenének ez nagyon fontos dolga, hogy ilyen emlékeket előhívjon az ember. Az emlék, vagy a zene és az illat a két legerősebb, ami így előhozza az emberből így az emléket. Úgyhogy remélem, hogy nagyon jó érzés volt neked ezt most énekelni színpadon. Nagyon szép előadás volt, köszönjük szépen. Tudatás Zsolt, hogy neked felállt a szőr, hogy lútbőröztél? Az jó, az a legjobb érzés. Illetve lehet, hogy azért hallotta a dalt, és tudta, hogy mindjárt irtózatosan képen vágják. Tehát lehet, hogy arra volt berendezve. Hogy ökölbe szorult a keze? Kettős fedezés. Hát valami energiaszint biztos beindul. Igen. Andi? Nekem is nagyon tetszett, és úgy látom, hogy a Judy most teljesen meg vagy illetődve, olyan vagy, mint egy kislány, meg vagy szeppenve, és gyönyörű vagy. Jaj, köszönöm. Úgy éreztem, hogy itt is a 10. hét végére a lehető legjobbat hoztátok ki egymásból. A Judy énekhangja és a kvalitásai megerősítették a madarat abban, hogy bátran merjen énekelni bármit. A te felszabadultságod, meg vidámságod, meg sodorta a Judyt arra, hogy elengedje magát, mert emlékszel, az elején még meg is tettelek azért, hogy olyan nagyon-nagyon feszes vagy, és olyan nagyon-nagyon bele-bele keményedtél a dologból, most lelágyultál, gyönyörű vagy, és ez egy nagyon szerethető dolog. Nem esül ebben az elmúlt pár percben. Köszönöm szépen. Okay. Sok dolog van a fejemben, egyszer az életemben, ez ma este pont történik, hogy sok lehetőség van itt megnyerni a duettben. Lehet egy örült páros lenni, lehet egy komoly páros lenni, és lehet egy cuki páros lenni, mint ti azok vagytok. Cukik vagytok ti ketten a színpadon. Lehet érezni egy igazi barátság,
és annyira aranyosak voltatok az elém, amikor te bent voltál a kis ketrecben, hogy én gondoltam, hogy nem is kell táncosok, annyira jó volt, és elhittem azt a történt, ami volt a színpadon. Aranyosak voltatok, cukik vagytok, imádunk titeket. Csak ezt tudom mondani. Köszönöm.